Welcome. My name is Frank Corliss. I'm the director of the conservatory. It's my great pleasure to introduce Gergely Szokolay, who is the godson of George Kurtág. And his... No, wait, your parents were introduced by him, is that correct? Yes. So I'm going to dispense with the niceties. We have a very special event happening now. It's this very last minute setup by Gergely. We're going to do a Skype call to György Kurtág, who's awaiting us. And if the internet doesn't fail us in the next few minutes, it should all work out. And the students have gathered some questions, and we'll accept questions also from the audience if there's time. Yes. Just for a few minutes. Hello. Hello, Servus, it's Gergely. Igen, Servus. Servus. Hát akkor az első kérdésünk az lenne, hogy mit tudnál mondani a homázsa Bachról, hogyha esetleg elénekelnéd, és utána annyi kéne, amit nekem is énekeltél a telefonban, azt a pár. Signori, tia, 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 tia. Allegretto commodo. És éneklővel, és nagyon beszél. Szóval az a fajta, amit az... már nem barokk, hanem inkább rokokó felé néző. Milyen szöveg az, ami téged vonz, és hogyan alakul ez a zenét? Úgyhogy mondom magamban, addig mondom, amíg jól esik egy kicsit. Erről csak annyit tudok általában mondani, hogy ez nekem egy ilyen kedvenc gondolatom, hogy a dallam, hogy születik a dallam? Hogy egy hangon a pap kihirdeti, hogy Domine in auditorium meum intende, Domine in auditorium meum intende, Domine in auditorium meum intende. Most azt mondd meg nekik, hogy hogyha egyáltalában, hogy minden zenéből kapják meg azt, hogy mi a karaktere egy dallamfordulatnak. Tehát Schubert dalokat, Schumann dalokat, hát Brahms is volt, persze, de az, hogy a boldogsága az volt, hogy ott, és ha mindig, tehát ilyesmi, hogy a Tamino megnézi a Pamina arcképét és akkor azt mondja, hogy így bírt, még hízben szalvan sőn, dikájnál kidik ígódik. És ebből tudod, hogyha van egy ilyen szexes fellépés a hangszerezetébe, akkor ennek valahol itt egy rokona is. Szeretni.